Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és gyakorlati tapasztalat mutatja, hogy a mellkasi fájdalommal, ha valami hasonló jelentkezik, tehát ha a betegnek egy mellkasi fájdalma jelentkezik, akkor azonnal infarktusra gondol, mert nincsen kellően tájékozódva arról, hogy mi a különbség az infarktus fájdalmai és az egyéb mellkasi fájdalmak között. Eleve nem is gondolunk más eredetű fájdalomra, csak a szív eredetű infarktusos fájdalomra, holott a mellkasban nem csak a szívet találjuk, hanem még nagyon sok minden mást, és ezekből is indulhatnak természetesen fájdalmak, mellkasi fájdalmak. És ez gyakorlatilag egy differenciál diagnosztikai webkonferencia lesz, amiben ismétlődnek olyan dolgok, amiket már hallottunk, de azért gondoltam fontosnak ezt az ügyet tisztázni, mert gyakorló orvos koromból is tudom, hogy mekkora rémület fogta el a beteget akkor, ha egy mellkasi fájdalmat érzett, akármilyen oknál fogva, és nagyon nehezen lehetett a félelméből, hogy is mondjam, kiszedni, nem nyugodott meg addig, míg egy EKG nem készült, és bár nem értett hozzá, de megnyugodott, hogy EKG is van arról, hogy az ő mellkasi fájdalma nem szíveredetű. Nos, a mellkasi fájdalmaknak az értelmezését és felosztását mind az akadémikus orvoslás, mind pedig a germán gyógytudomány szempontjából meg fogom tenni, és természetesen hogy érek, hogy a kettő közötti különbségről hát képet kapjunk, meg kell ismerjük, hogy mi is a germán gyógytudomány, illetve melyek az alapvető törvények, amelyek szerint, ha gondolkodunk, akkor minden bennünk történő folyamatra a pontos választ megkapjuk. Már is előre bocsátom, hogy semmilyen ellentmondás nincsen a két tudomány között abban az értelemben, ahogyan a mellkasi fájdalmakat osztályozzuk. Vagyis a fájdalom az fájdalom marad, és a beteget abszolút nem érdekli, hogy az orvos mire gondol, a mellkasi fájdalma van, az ő feladata az, hogy ezt a kérdést megfejtse és megoldja. A megközelítése ennek a fájdalomnak más az akadémikus orvoslás szempontjából, és más a germán gyógytudomány szempontjából, tehát természetesen a fájdalmat akkor is megérteni és megoldani szükséges. A germán gyógytudomány atya dr. Ike Gerdhammer, aki hát életének a tragédiájával fedezte föl azt, amit germán gyógytudománynak nevezett el. Először új medicina, illetve germán új medicina, GNM, German New Medicine néven szerepeltek ezek a tudások, de nagyon sokan visszaéltek az ő tudásával, és átírva, átfogalmazva, másképpen értelmezve adták elő, és hogy ezektől határolódjon az ő tudománya, ezért a germán gyógytudomány nevet adta neki. Tudnunk kell, hogy 5 biológiai természettörvényt ír le Hammer doktor, és ebből az elsőt a rákvas törvényének nevezi, ami valójában úgy került felfedezésre, hogy az ő 19 éves fia, miután a karjai közt meghalt, bár mindent elkövetett 111 napon keresztül, hogy megmentse az életét. Most 2 hónappal rá Hammer doktornak egy heredaganata keletkezett, és elgondolkodott azon, hogy valamilyen kapcsolat kell legyen a fia halál és az ő heredaganata között. Most nagyon rövidre fogom a történetet, mert a lényeg az, hogy Hammer doktor, mint kutatóorvos, egyben fizikus és teológus is, egy olyan dologra jött rá, ami a mai napon lehet, hogy már sok embernek teljesen természetes,
vagy más könyvekben is olvasott hasonlót, hogy egy lelki megrázkódtatás szervi elváltozást fog elindítani bennünk. De az, hogy ez hogyan történik meg, és mi történik a biológiánkban, nos, ezt Hammer doktor öt biológiai természettörvénybe foglalta össze. Az első törvényt a rák vastörvényének nevezte, és ez arról szól, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek elindítanak a szervezetünkben, melyek azok a lelki tényezők, melyek azok a körülmények, amelyek, ha jelen vannak, akkor elindul a szervezetünkben egy szervi elváltozás. Azért hívjuk DHS-nek ezeket a kritériumokat, mert fiáról, Dirk Hammerről nevezte el ezeket a kritériumokat, hisz Hammer doktor is ugyanezen ment végig, és ettől lett heredaganata. Vagyis egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, egy drámai történet, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezik, mint derültékből a villámcsapás, és amiben benne ragadunk, magányosan éljük át, benne ragadunk a konfliktusban, és ez lesz az, ami elindít az agy közvetítésével egy szervi elváltozást. Nagyon lényeges az, hogy benne ragadunk a konfliktusban, mert ameddig benne ragadunk, addig konfliktus aktív fázisban lesz az értelmes biológiai különprogram. Hammer doktor nem betegségekről, hanem értelmes biológiai különprogramokról beszél, hiszen ezeknek a különprogramoknak a túlélés és a faj fenntartása a célja. Na most minden szervi elváltozásból a Hammer doktor tudományos táblázatán keresztül megtaláljuk azt az érzelmi állapotot, ami gyakorlatilag elindítja a szervi szintű változást az agy közvetítésével. Nem a történetet fogjuk megtalálni, azt mindig a beteg találja meg, csak arra tudunk rákérdezni, hogy adott időben élt-e át egy olyan meglepetésszerű, váratlan esemény, amit úgy élt meg, hogy. Vagy az is kérdés, hogy eleve milyen az betegnek a természete. Ha olyan, hogy mindenkinek meg akar felelni, és mindenki kedvéért hajlandó önmagát mindig az utolsó helyre tenni, akkor ez túlhajszoltsághoz fog vezetni. Ez egy élethez való hozzáállás, és ez halmozódva szintén a szívet fogja érinteni, tehát a szívizomzatot. A lelki megrázkódtatás, ha egy birtokkal kapcsolatos történetnek az elvesztése, akkor az a koszorújáreket fogja érinteni, és ezeknek a megfelelő helyen, az agyban a lenyomatát meg fogjuk találni, meg fogom mutatni, hogy milyen konfliktus esetén hol vannak úgynevezett Hammeri gócok az agyi CT-n. Azt se felejtsük el, hogy abban a pillanatban, amikor megtörténik velünk egy váratlan érzelmi megrázkódtatás, a biológiánk rögzíti a körülményeket, ami azt jelenti, hogy mindent, amit az érzékszerveinkkel abban a pillanatban érzékelünk. Tehát benne lesz az is, hogy amit láttunk nyilvánvaló, a hőmérséklet, páratartalom, pollenek, még az is, hogy éppen mit emésztett akkor a gyomrunk, és természetesen ezeknek a sineknek, ahogy ezt Hammer doktor nevezte, az a jelentőségük, hogy legközelebb, ha a környezeti körülményekből valami is ismétlődik, a program újra meg újra indulni fog. No de a sinek feloldódnak maguktól, hogyha azt a bizonyos programot érzelmileg fogjuk feloldani. És nem csak agymenéssel, nem csak pozitív gondolkodással, nem úgy, hogy beseperjük a szőnyeg alá, hogy erről többet nem beszélünk, azzal nem lesz megoldva, azzal sem, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Tehát itt egy érzelmi konfliktus az, ami elindítja ezt a biológiai programot, tehát ezt érzelmileg kell megoldani. És hogyha ez megtörtént, akkor a sinek természetesen eltűnnek, és a program még egyszer nem jön elő. A
Rák vas törvényét, amikor Hammer doktor bejelentette, hát akkor az nagy felháborodást váltott ki, hiszen az orvosi gondolkodás az nem arról szól, hogy az érzelmeinkkel foglalkoznánk. Hát mondjam azt, hogy gyógyszerekkel, vegyszerekkel próbál az érzelmekre hatni. Pedig hát hogyan lehetne egy magasabb rezgésre, egy alacsonyabb rezgéssel hatni? Gondoljunk már bele, az érzelmek rezgés szintje magasabb, mint az anyagé. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor fölfedi, hogy minden értelmes biológiai különprogram két fázisban zajlik, ha megoldódik. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz. A konfliktus aktív szakasz tehát a DHS pillanatától egészen adáig tart, amíg ezt meg nem oldjuk, avagy le nem kerülünk, át nem kerülünk egy másik élethelyzetbe. Természetesen, ha érzelmileg nincs megoldva, akkor ez az egész újra és újra ismétlődni fog. A lényege a konfliktus aktív szakasznak, hogy úgy érezzük magunkat, mint aki stresszben van, ezt így szokta a beteg megfogalmazni, hogy feszült idegállapotban van. Az akadémikus orvoslás is elismeri, hogy például az angina pectoris legfontosabb kiváltó tényezőjék, lelki tényezők. És a konfliktus tömeget az fogja jelenteni, hogy milyen hosszú ideig tartott ez, és milyen erősen. Tehát a vízszintes tengely az időtengely, a függőleges tengely pedig azt mutatja, hogy ennek az érzelemnek mekkora ereje van. Ilyenkor ver gyorsabban a szívünk, ugye ketyeg a szívünk, emelkedik a vérnyomásunk, fokozódik a légzésszámunk, feszültek, idegesek vagyunk, nem tudunk elaludni, és felalszunk, és felébredünk, nincs étvágyunk, nem táplálkozunk rendesen, és lefogyunk. Ez általánosságban minden konfliktus aktív fázisra leírható. Ha pedig, mondom, megtörténik a megoldás, vagy éppenséggel egy új helyzet alakul ki, mondjuk valakinek a munkahelye mondjam úgy, hogy stresszes, de elmegy szabadságra, akkor beindul a megoldás, és természetesen ilyenkor a betegek, illetve hát az érintettek, mondjam úgy, hogy betegnek fogják érezni magukat, holott itt a megoldási szakaszban mindig a gyógyulása indul be. Ezzel magyarázható az, hogy a szabadság idő alatt, amikor az ember úgy gondolja, hogy nem most akkor kipiheni magát, akkor vannak a heves tünetei? Hát ez általában így szokott lenni, igen. És ezért vannak tünetek, mert ilyenkor gyulladásos tünetek jelentkeznek. Vagyis melegség, duzzanat, és igen, ez a legfontosabb dolog, a fájdalom jelentkezése, ugye mellkasi fájdalomról beszélünk, és hát a működés képtelenség, vagy a működésnek a visszafogottsága mindenképpen jellemző, tehát a rubor tumorkálódoló funkció lézzel. Lesznek helyzetek, amikor ezek teljes mértékben megnyilvánulnak a mellkasi fájdalomban, például amikor a mellkasi fájdalmat egy herpesz okozza, és semmi más. Nos, az epileptoid krízis a legveszélyesebb része ennek az egész történetnek, és arról beszélünk, hogy a szívnek a programja, akkor az epileptoid krízis az, amikor az infarktus jelentkezik, vagy fokozódik maximálisra a szívfrekvencia, ami tüdőembóliához vezet, vagy csökkenni fog annyira a szívfrekvencia, hogy a szív megáll. Ha ez nem következik be, mert nem ültünk több mint 9 hónapot a konfliktus aktív szakaszba, hanem annál hamarabb oldottuk meg, akkor természetesen ezt a szakaszt teljes bizonyossággal túléljük. Ha viszont túl vagyunk a 9 hónapon, akkor ez akármit is csinál a mai medicina, nem fogja tudni megoldani, de a holnapi meg a holnap utáni sem, mert ennek biológiai értelme van, de ezt nagyon külön elmondom. Szóval az epileptoid krízis a legveszélyesebb rész ebben a történetben, és ezután megszűnik a fejfájás, több vizeletet ürítünk, mint amennyi vizet megittunk,
és jön a hegesedési szakasz, ami szintén nagyfokú fáradékonysággal, fáradtsággal, extrém fáradtsággal jár. Na most ez bevezetésképpen lehet, hogy nem hat elég biztatóan, de ha a konfliktus aktív fázis rövid, akkor a megoldási fázis is rövid lesz. A leginkább az volna jó, ha tudnánk, hogy melyek azok a konfliktusok, amelyekre a biológiánk adott helyzetben reagál, ugye, elindít egy értelmes biológiai különprogramot, és ha ismerjük a germán gyógytudományt legalább csak, mondjam úgy, hogy alapjaiban, akkor ezekre oda tudunk figyelni, de ha nem ismerjük a germán gyógytudományt, csak minden napunkat békével lezárjuk, megbocsátunk önmagunknak is, és a többieknek is mindenért, ami aznap velünk kellemetlenség történt, akkor gyakorlatilag meg se betegednénk. Mert ugye mondtam, hogy a DHS pillanatában rögzítjük a sineket. És itt van az, hogy miért leszünk krónikus betegek. Előfordul, hogy meg sem oldjuk a konfliktust, és folyamatosan tünetek jelentkeznek. És ez bizony a szívnél a szűni nem akaró angénás fájdalmakat jelenti. Hadd kérdezzek valamit. Azt mondod, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a konfliktus nem oldódik meg. Kiemelted a szív történetét. De mi történik, hogyha mondjuk nem a szívről beszélünk, a biológiánk hogyan reagál a meg nem oldott konfliktusokra? A meg nem oldott konfliktusok azok a biológiánk számára végzetesek. Ugye mindjárt részletezem, hogy vagy sejtet építünk, vagy sejtet bontunk, vagy működést változtatunk. Na most, ha sejtet építek, abból egy hatalmas tumor lesz. Ha sejtet bontok, abból egy hatalmas kráter, egy hatalmas fekély lesz. Ha meg működést változtatok, akkor természetesen marad a cukorbetegség, marad a bénulás, és minden, marad a látásvesztés, a hallásvesztés, a szaglásvesztés, mert ezek a dolgok a működés változásnál nem a sejtekkel való programok, hanem a működésnek a blokkolása, ami a megoldási fázisban természetesen feloldódna, ha megoldanánk a konfliktust. Lehet, hogy butaságot kérdezek, de mint laikus, hadd kérdezzem meg. Meddig lehet a meg nem oldott konfliktus állapotát fenntartani? Hát ez konfliktusra válogatja azért. Ugye a konfliktus tömeg az nem csak az időtől függ, hanem az érzelemnek az erősségétől. Ugye egy önleértékelési konfliktussal évekig folyamatosan sorvasztom magam, ugye? És a kérdés az, hogy milyen az érzelemnek az erőssége, mert ez fogja meghatározni, hogy milyen szöveteket sorvasztok. Tehát nem, ezt most általánosságban azért vetítem föl, hogy először is megértsük, hogy miért leszünk krónikus betegek. Aztán szövetenként, ahogy ezt a hétvégén is Debrecenben megtettük, elmondtam, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy ha nem oldjuk meg a konfliktusunkat, úgy általánosságban a biológiánk lemerül? Teljesen lemerül. Tehát ez halálos dolog. Konfliktust meg nem oldani, halálos dolog, vagy benne maradni. Természetesen vannak védekező mechanizmusok, mert egy idő után eszembe jut a Nyugodtan a helyzet változatlan című film. Hiába ott voltak az első vonalban, az első világháborúban a katonák, egy idő után már nem tudtak foglalkozni a halálfélelemmel sem. Tehát a biológiánk valami csodálatos abban, hogy mindent megold, és mindent megpróbál megtenni a túlélésért. És akkor már is az ötödik törvénynél lennék, de még hadd mondjam végig a másodikat. Tehát arról van szó, hogy ha nem oldjuk meg a konfliktusunkat, annak súlyos következményei lesznek. Ha pedig nem oldjuk meg lelkileg a konfliktusunkat, csak lemászunk a sinekről, valahányszor újra sínre kerülünk, újraindítjuk a biológiánkat, újraindítjuk a programot. És ezek lesznek a visszatérő tünetek, az ízületeknél, szívnél, bárhol,
és ezek a policiklikus lefolyások, tehát ezek az újra-újra indított programok természetesen az adott szerven hát működési és anatómiai elváltozásokat fognak beindítani. Aztán a függő gyógyulás az, ahol például a fájdalom gyakorlatilag állandósul, vagy a mirigyek szintjén, ha beszélek például pajzsmirigyről, eljutunk oda, hogy teljesen lemerül a pajzsmirigy állomány. Könnymirigynél teljesen elfogy a könnymirigy állomány, nem lesz, ami könnyet termeljen, és akkor száraz szemek fognak kialakulni. Azért mutatom ezt a három típusú lefolyást. Hogy mind a háromnál az alapvető probléma az, hogy a konfliktus nincs tisztázva, és nincs megoldva. Ha viszont ezt tényleg megoldjuk, lelkileg, érzelmileg átalakítjuk, akkor azt fogjuk tapasztalni, amit az előző képen már mutattam, eljutunk a program végéhez, és be van fejezve. És hogyha minél rövidebb ideig tart a konfliktus aktív fázis, akkor természetesen a megoldási szakasz gyakorlatilag meg sem érezzük. Tehát azért vetítettem ki ezeket a görbéket, hogy tudjuk, hogy gyakorlatilag a krónikus betegségnek pontosan az az egyetlen oka, hogy a konfliktus nincs megoldva. A harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor azt is tisztázza, hogy mi történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldási szakaszban. Ehhez, hogy ezt tisztázni tudja, le kellett ásnia egész az alapokig, és itt jutunk el a méhen belüli élethez, hogyan is alakul ki az emberi test. Mindenki tudja, hogy a két ivarsejt egyesüléséből és ennek az osztódásából létrejön egyszer egy szedett csira állapot, majd az három csira lemezé alakul át, mielőtt beágyazódna a mély nyálkahártyába, hogy felvegye a kapcsolatot az anyai szervezettel, hogy táplálékhoz és oxigénhez jusson, hogy a sejtek további fejlődést tudjanak elérni. Most kérem szépen, a lényeg tehát a következő, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok. De természetesen ez mind, ennek mind a fordítottja történik a megoldási szakaszban. Tehát ha sejtet építettem, akkor itt le fogom bontani a felesleges sejteket, mert semmilyen sejtet feleslegesen el nem tartunk. Ha a fekélyesítéssel kezdtem, sejtek sorbasztásával kezdtem a programot, akkor vissza fogom építeni. És ha egy működés blokkolásával indítottam egy programot, akkor a működést helyre fogom állítani. És ehhez a képet, hogy mondjam úgy, hogy ezt el tudjuk képzelni, mert magyar ember képekben gondolkodik, ám a doktor ezt a rajzot mellékelte, ami minden orvos számára egyértelmű és világos, hiszen a három csíralemezt látjuk itt a képnek a bal oldalán. Látjuk a sárga, a narancs és piros színekkel jelezve az endoderma, a mezoderma és az ektoderma, lemezeit, vagyis magyarul a belső, a középső és a külső csíralemezeket. Tehát a színek ezeket jelzik. És nem csak a csíralemezeket látjuk, hanem látjuk azokat az idegi képleteket is, amelyek irányítják az ezekből a csíralemezekből származó sejteket. Az agytörzs a legősibb agyi részünk, a falat konfliktusokat oldja meg, ezt ábrázolja az alsó babán a tápcsatorna, de nem csak táplálék falatra van szükségünk a túléléshez, hanem levegőfalatra, vízfalatra, sőt, fényfalatra és hangfalatra is. Itt mindig először sejtet építünk a konfliktus aktív szakaszban, hogy el tudjuk kapni még jobban a falatot, vagy meg tudjuk őrizni még jobban a vizet a szervezetünkbe, vagy még nagyobb felületet építsünk a tüdőnkbe, hogy meg ne halljunk, mert ugye a halálfélelmi konfliktus az egyetlen, ami felelős a tüdő daganatért.
és a megoldási szakaszban ezeket le fogjuk építeni. No, a falaton kívül, azért a falak megszerzésen kívül azért vannak más konfliktusaink is. Ilyenek például a támadásra ugye tudnunk kell védekezni. És ezt is a sejtjeinkkel oldjuk meg, mégpedig szintén a sejtek felszaporításával a konfliktus aktív fázisban. Ide tartozik az írha, ami gyakorlatilag a felhámolat foglal helyet végig mindenütt, és ezt tudjuk, hogy nagyon szívós kollagén elasztin rostok alkotják, és benne vannak a verejtékmirigyek, fagyúmirigyek, és az emlőmirigy is ennek része, hiszen az emlőmirigy egy átalakult verejtékmirigy. Az emlőmirigy túlszaporodását a gondozási konfliktus fogja beindítani, az írha és függelékeinek a túlszaporodását pedig a támadásként vagy bemocskoltságként megélt konfliktusok. A támadási konfliktusok a burkokat is érintik, és itt jön be a szívburok, a mellhártya, ugye ez mind a kettő a mellkasban foglal helyet, és ezeknek a megoldási szakaszában jelentkező fájdalmak is mellkasi fájdalmat fognak okozni, és ide tartozik nyilván még a hashártya is. Az önleértékelés, az egyenlő önpusztítás, minden önleértékeléssel kapcsolatos programot a fehér állomány szürke magvai irányítanak. Mi a biológiai értelme ennek? Ennek az a biológiai értelme, hogy az önleértékelés megoldása után az, amit visszaépítünk, az még tökéletesebb, még jobb legyen, még erősebb legyen, mert ez biztosítja a túlélésünket. Na most itt van az, hogy a milyen szövetek tartoznak ide, a csont, a porc, az izom, az izmokat ellátó erek, és természetesen a zsírszövet, ami energiát ad. A szívre mi vonatkozik itten? Hát vonatkozik pontosan az izomzat. És tudjuk, hogy a szívizomzat egy speciális izomzat, haráncsikolt és sima izomzat keveréke, és még a nodális szövet is benne van, ami az ingerekre hat. Természetesen, ha ez az izom szerkezet megváltozik, akkor ki fog hatni mind a ritmuszavar, a vezetési zavarokra, sőt a billentyűk állapotára is, de a szívizomzat erősségére is. És természetesen annak függvényében, hogy meg sem oldottam a programot, függőgyógyulásban van, vagy policiklikus lefolyásban van, más és más tüneteket fogunk kapni, de a szívvel kapcsolatosan már volt egy webkonferencia, úgyhogy ebben részleteiben nem mennék bele, tessenek azt újra megnézni. A ektodermából származnak a lapos sejtjeim, hogy így mondjam, a laphám sejtek, amelyek a külső bőrünket képezi, tehát az, ami kívülről borítja a testünket, az laphám, alatta van az írha és alatta van a zsírszövet, de lapos nyálkahártya sejtek alkotják a szervezeten belül bizonyos, hát mondjam azt, hogy csöveknek a bélését, és ezeknek a csöveknek a tágítása a bélésnek a sorvasztásával képzelhető el, mint például a szívkoszorú ereknél. De a gyomor tágítása és a fekélyesítésével indul el, ezekről is volt már szó, tehát nem akarok részletekbe menni. Az elválasztási és birtokkonfliktusok azok, amelyeket az agykéreg vezérel, sok más között, mert a mozgást, az érzékelést, a látást és egyebeket is természetesen. És ez a baba itt az elválasztási konfliktusokat hivatott ábrázolni. Tehát ennek az egész képnek a lényege a három csiralemez, mert a továbbiakban ez a három szín fogja jelezni, hogy adott sejtünk vagy szervünk az honnan származik, és ez azt jelenti, hogy egy életen keresztül ennek a programnak megfelelően fog működni. Ezért elképzelhetetlen például, hogy teszem azt innen a endodermából származó prosztata sejtem, gondol egy nagyot és merészet, felköltözik a csontokba, és ott pont fordítva fog működni, mint ahogy be van kódolva eredetileg. Tehát itt már megbukott a metasztázisoknak, az átéteknek az elmélete,
Jelzem, ez még egyáltalán nem bizonyított. A negyedik biológiai természettörvény röviden arról szól, hogy a bennünk lakó gombák, baktériumok és vírusok, azok mindig nekünk segítenek, miben? Természetesen a megfelelő csírólemezhez kötötten, a sejteknek a lebontásában, vagy a sejteknek a visszaépítésében. Ők nem az ellenségeink, viszont természetes az is, hogy titkos laboratóriumokban lehet kifejleszteni olyan baktériumokat, vírusokat, amely ellen a biológián gyakorlatilag védtelen. És az ötödik törvény teszi fel a koronát Hammer munkájára, hiszen bebizonyítja, hogy mindennek értelme van, tehát innentől nem beszélhetünk rossz indulatú, meg ismeretlen betegségekről, hisz mindennek az értelme a túlélés, és ezen belül természetesen a faj fenntartása. A gond csak az, hogy mi benne ragadunk a konfliktusokban, és ezért van az, hogy krónikus betegségeket fogunk csinálni magunknak, azon a módon, ahogy ezt már eddig kivetítettem. Na most, hogyha a mellkasi fájdalmakat osztályozzuk, eredetük szerint, hogy honnan eredhet, hát természetesen a mellkasból, illetve vannak még ide sugárzó fájdalmak is, amelyek nem a mellkasban születtek, csak ide mondjam úgy, hogy beköszönnek. A szív és ér eredetű fájdalmak tartoznak ide természetesen. A tüdő és mellhártya eredetű fájdalmak, illetve a mellkasfal eredetű fájdalmak is ide tartoznak. Ha ebből a szempontból nézzük a mellkasi fájdalmakat, akkor a szív eredetű és ér eredetű fájdalmakról azt kell tudni, hogy az angina pectoris az, aminek legnagyobb jelentősége van, hiszen az angina pectoris hirtelen jelentkezik és hirtelen múlik el. Néhány másodperctől néhány percig tarthat, amikor azért már 10 vagy 15 percet tart, akkor az ember nem fogja megvárni, hogy na most talán elmúlik, vagy nem múlik. Azt is tudni kell, hogy általában a nitrát származék használatára ez elmúlik. A mellkasin szorítása jellemző, mintha vasmarokkal nyúlnak össze az embernek a mellkasát, ami természetesen akkor a riadalmat kelt az emberben, hogy az se főleg az első ilyen fájdalom, hogy azt se tudja, hogy mit csináljon. Azt teszi észre, hogy akárhogy mozdul, nem szűnik. Akárhogy szuszog, nem szűnik. És a fájdalom erőssége végig ugyanaz. Ha ezt grafikusan ábrázolnám, akkor egy négyszög impulzust tudnék ide lerajzolni. Hirtelen jön, végig ugyanúgy tart, és hirtelen van vége. Most csak a fájdalomnak a jellegéről beszélek, hogy tudjunk különbséget tenni közöttük. A szívinfarktus is az angina pectorishoz hasonló, de annál sokkal, de sokkal erősebb fájdalom, és a lényeg az, hogy ez már nem múlik el. Ezt a beteg érzi, akinek már volt angina pectorisza néhányszor, és jön egy infarktusos fájdalom, azt már érzi, hogy ez sokkal nagyobb. Szóval van az úgy, hogy dörög kettőt az ég, meg esik az eső, de vannak olyan viharfelhők, hogy amikor azok összegyűlnek, akkor gyorsan mindent összekapkodunk, és mindent bezárunk. Tehát valahogy ezeket a viharfelhőket ezek a betegek megérzik. És itt egy nagyon erős, folyamatos szorításról van szó, ami természetesen halálfélelmet kelt, mint ilyen hidegverejtékezés kíséri, a teljes megsemmisülés érzése kíséri, és nyilvánvaló, hogy minden, amit a szimpatikus idegrendszer túlsúlyáról tudunk, egy konfliktus aktív vagy egy epileptoid krízis során, ez itt mind fokozottan jelentkezik. A nagyon ritka dolog az aorta diszekció, vagyis az aorta a falát, tehát a fő ütőerünk falának a szétrepedése, mikor egyik réteg elválik a másiktól. Ez is mellkasi fájdalmat okoz, ez változó mértékű ez a mellkasi fájdalom, ez azért nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, hanem egy fokozatos történet. Nyilvánvaló, amikor végzetessé válik, akkor ott vége mindennek, szóval ott nincs idő
Nincs idő még telefonálni sem abban a pillanatban, amikor az aorta elszakadott. Ott nincs mit csinálni. A perikarditis annyit jelent, hogy szívburok, gyulladás. Ez azt jelenti, hogy éles szúró mellkasi fájdalom fog jelentkezni, és itt mindig lesz láz, és fájdalom, és gyengeség kíséri, és ez teljesen más jellegű, mint amit az angina pectorisról elmondtam. Természetesen a mellkasi fájdalom a tüdő vagy mellhártya miatt is jelentkezhet. A mellhártya gyulladása, a pleuritis, azt pedig tudjuk, hogy lehet száraz, meg lehet nedves mellhártya gyulladás. Szóval, ha a mellhártyáról van szó, ami gyakorlatilag oda tapasztja a tüdőt a mellkas falhoz belülről, ez nyilván, hogy minden légzés alkalmával a fali és a viszcerális lemeze, tehát az a lemez, ami a tüdőn van, és az, ami a mellkasfalon van, ugye a kettő egymáshoz dörzsölődik minden légzéssel, tehát természetesen, hogy ki- és belégzéskor is jelentkezik a fájdalom. Mellkasi fájdalomról beszélek, de nem szíveredetű, hanem légzéssel kapcsolatos, légzéshez kötődő fájdalom, és ami aztán csillapodik, hogyha nagyobb mennyiségű folyadék gyülemlik be a mellhártya üregébe, és természetesen ilyenkor megjelenik a légszor. A légmell, a pneumotorax az egy hirtelen jelentkező tünet, miért arról szól, hogy a tüdő az hirtelen összeesik, és egy nagyon erős légzési elégtelenség jelentkezik. Tehát a beteg azt érzi, hogy megfullad. És ezt kíséri egy hirtelen és rövid fájdalom is. De itt a fulladásos tünetek azok, amelyek vezetik az állapotát, ami a legfontosabb panasza a betegnek ebben a helyzetben. Most a tüdőembólia is hirtelen jelentkezik, és éles mellkasi fájdalommal jár, és mivel a tüdő érintett, nyilván, hogy légvételre változó lesz, köhögés fellép, véres köpet fellép, szaporra lesz a szívverés, és emelkedett a vérnyomás, természetesen egy nagyfokú szorongás és gyengeség kíséri. A szorongásos tünetek azok fogják uralni a képet, illetve hát a mellkasi fájdalom és az emelkedett vérnyomás. Mellkasfal eredetű fájdalom a borda közti idegzsába. Ez ugye nagyon, ez a leggyakoribb különben, ami most én el tudom mondani, több évtizedes háziorvosi praxisból, tapasztalatból, hogy a mellkasi fájdalmaknak a 90%-a vagy annál több is borda közti idegzsába volt. Aztán a második után a leggyakoribb a szíveredetű dolog volt, és hát ritka volt az, hogy ilyen pleuritis legyen, tehát mellhártya a gyulladással kapcsolatos fájdalom legyen, perikarditis, ezt nem is tapasztaltam, tehát szívburok gyulladásos beteg nem járt a rendelőbe pedig. Hát volt elég nagy forgalom. A mély belégzéssel kapcsolatos tehát a borda közti idegzsába is, hiszen a bordák mozognak nyilván, ugye, amikor mélyen veszek levegőt, és a mély belégzéssel fokozódik. Ez épp ezért lesz az, hogy a beteg nem mer mélyet szuszogni, mert azt mondja, ha megmozdulok, vagy ha mélyet szuszogok, akkor ez a fájdalom fokozódik, ezért nyugodtan marad. És itt a lényeg az, hogy a megjelenés fokozatos. Órákra, napokra vezethető vissza. Tehát aki olyan panasszal jön a rendelőben, hogy már 3 napja fáj a mellkasom, vagy 2 hete, az már egészen biztos, hogy ez a mellkasi fájdalom, ez nem szíveredetű mellkasi fájdalom. És akkor ki lehet kérdezni, hogy nem állandó, hol megjelenik, hol erősebb, hol gyengébb, légzésre fokozódó, természetes testhelyzetváltozásra, és a terápiás ölelés ezt meg szokta oldani, tehát aki valamit a csontkovácsoláshoz ért, azt tudja, hogy a borda közti idegeknek a szorult helyzetét megszüntetve, ugye, megszűnik a becsípődés, és eltűnik a mellkasi fájdalom. Ez ugyanarról van szó, mint amikor
az alsó vitakba lesugárzó fájdalomról beszélünk. Na most van a Tietze szindróma, ez is egy nagyon ritka dolog. A mellcsontnak az utolsó része, tehát a kard nyúlványa, az lesz az, ami fájdalmas, mert éppen gyógyulási szakaszban van. A beteg ilyenkor egy ujjal mutatja, hogy nekem pont itt fáj. Általában az egy ujjal mutatott mellkasi fájdalomra azt mondják, legalábbis itt tanították, hogy ez pszichés eredetű. Kérem szépen, meg kell nyomni azt a kardnyúlványt, és ki fog derülni, hogy tényleg azzal van baj, vagy nincs, sőt, felette a bőr melegebb is lehet, és ez csupán egy önleértékelési konfliktusnak a helyreállításáról szól, semmi másról. A szíveredetű mellkasi fájdalomban a mellkas összenyomása nem változtatja, nem befolyásolja, nem fokozza az adott fájdalmat, ami a betegnek van. És hát itt az övsömör, ugye ez azért érdekes, ilyet is láttam, hogy hát gyanús volt az a mellkasi fájdalom, nem volt teljesen, mondjam azt, hogy tipikus, meg folyamatos volt, ugye, és hát hogyha folyamatos, és azért nem olyan erős, és nincsenek kisugárzásai nyakba, hátba, állkapocsba, a másik oldalát, akkor ugye el kell gondolkodni rajta, az ember csinál még EKG-t, és az is teljesen negatív, szóval aztán kiderül, ha délelőtt volt a rendelés délutánra, ha délután volt a rendelés másnapra, kiderül, hogy ja, egy övsömör, mert már a hólyagok megjelentek a megfelelő szinten. Következő, ami nem mellkasi eredetű, hát nyilvánvaló, hogy a szomszédból is tudnak fájdalmak ide besugározni. Nyilván a nyelőcső az még mellkasi szerv természetesen, és a gyomorszáj az meg, hát az már kívül van a mellkason, de ennek a kettőnek a fájdalma is besugározhat a mellcsont alá, amit ugyanolyannak írhat le a beteg, mint a szíveredeti fájdalma, de ne feledjük, hogy itt az étkezés, vagy valamilyen alkáliás pornak a szedése, valamilyen savcsökkentő mindenképpen csillapítja a fájdalmat. A gyomor kis görbületének a fájdalma egy nagyon éles, égő, szúró, késszerű fájdalom a epigasztriumban, tehát a gyomorszájban, és hát felsugározhat a mellkas felé, de ez mindenképpen egy bosszankodással kapcsolatos tünet, és ugye ez is konfliktus aktív szakaszban jelentkezik épp úgy, mint az angina pectoris, tehát aki ilyet érez, az minél hamarabb hagyja abba a bosszankodását, és csillapodni fog a fájdalma is. Ugyanígy a hasnyálmirigy és epe fájdalom is sugározhat felfelé, ez főleg hátul gyakori a hasnyálmirigy, az epe fájdalom elől sugárzik föl. Hát ugye a hasnyálmirigy gyulladásának, illetve gyógyulásának a fájdalma, az is egy összerű fájdalom, csak az a has felső részén körkörösen jelentkezik. Hát ennek ez a fájdalom összetéveszthető esetleg egy mellkasi fájdalommal, de szóval ezek ritkaság számba mennek, de ami kérem szépen a leggyakoribb, hát az a pánik. Ugye a pánikos ember minden, az egész belgyógyászati tünettant el tudja, mondjam azt, hogy elő tudja adni számunkra teljesen hitelesen, hiszen úgy meg van rémülve szegényem, hogy a konfliktus aktív fázisoknak a csokra, amit átnyújt nekünk, ugye tele van félelemmel, ez a félelem félelme a köbön, és ha parányi fájdalma van, de ezt még félelemmel felturbózza, akkor azt ő még erősebbnek fogja érezni. Tehát a pánikos ember természetesen, ha valakinek volt már egyszer egy angina pectorisa, és újra jelentkezik, akkor lehet, hogy erősebbnek is fogja érezni emiatt, mert a félelem az minden, de minden felerősít. Nos, ami a fontosabb, azt nézzük meg, hogy a germán gyógytudomány szempontjából
Most ezek a fájdalmak valójában honnan erednek, pont azért kell megnézni, hogy tudjuk, hogy hol keressük a megoldást. Ugye van a biológián túlélése szempontjából vannak a falatkonfliktusok, ahogy elmondtam, vannak a támadási konfliktusok, az önleértékelés, a birtok és elválasztási konfliktusok. Nos, ezek a konfliktusok azok, amelyek megbetegítenek minket. A birtok vesztés konfliktus az, ami érinti, kérem szépen a szívkoszorú ereket. Az angina pectoris valójában a szívkoszorú ereknek, artériáknak, vénáknak az ulcerációja, vagyis ennek a labhámbélésnek a fekélyesedése, és ez konfliktus aktív fázisban okoz fájdalmat, mert őrszáj nyálkahártya szerint működik. És ez az a dolog, ahol már is hát fel kell vetni azt, hogy mennyiben helyes az eddigi gondolkodás, hiszen az orvosi elképzelés az, hogy ezt az érszükület okozza, a szívkoszorúér elmeszesedés. De könyörgök, ha elmeszesedett az erem, és szűk az erem, akkor azon folyamatosan kéne jelentkezzen a fájdalom. Vagy nem így van? Nem, nagyon, nagyon meglepő, amit mondasz, mert annyira logikus. Én tudom, hogy minden orvos most fogja a fejét, csak arra kérem, hogy először is ismerjük meg alaposan az öt biológiai természettörvényt, és induljunk ki abból, hogy milyen sejtünk honnan származik. Azok a sejtek, amelyek bélelik a szívkoszorú ereket, az artériákat és a vénákat, konfliktus aktív fázisban fonnyadnak, sorvadnak, és akkor fájnak, mert őrszáj nyálkahártyához tartoznak. Ugyanilyen sejtek vannak a gyomor kis görbületén. És ezért van, hogy az is, az birtokbosszankodás. A birtokbosszankodás az, ami elindítja a fájdalmat a gyomorszájba, és nem a sav túltengés. Tehát itt azért mondom, ha az alapokat helyre tesszük, akkor a tüneteket is helyesen fogjuk észlelni és értelmezni, és megfelelő segítséget fogunk tudni adni a betegnek. Tehát a birtokvesztés konfliktus az, ami konfliktus aktív fázisban anginás fájdalmakat okoz. És elmondtam a szívvel kapcsolatos előadásban is, hogy nem mindegy, hogy ezt meddig érezzük, meddig csináljuk. Tehát a birtok elvesztése az férfi számára azt jelenti leggyakoribb esetben, hogy elvesztette a munkahelyét, kirúgták otthonról, mert kitették a házból, asszony kizárta, vagy éppenséggel elhagyta, vagy elvesztette a legdrágább autóját, vagy a nagyon szeretett kutyáját, vagy éppen a gyermekeit, vagy azt, amit ő úgy élt meg, hogy az az ővé. Arra neki van ráhatása. Ezért van az, hogy amikor leváltanak valakit egy pozícióból, ez is birtokvesztésként megélt konfliktus lehet. Mert, hogy mindig elmondom, én megélésem számomra az egyetlen valóság. Így van, az egyetlen valóság. Hogy én, hogy kirúgnak valakit a munkahelyről, nem kell birtokvesztésként megélje, lehet az birtokbosszankodás. Sőt, megélheti azt, hogy ettől nagyon szarul érzem magam, és az már a vastag bélnyálkahártyára foghatni. Vagy csupán igazságtalanság. Vagy igazságtalanság történt, és akkor a nyakába fogja elindítani a szövetek lebontását. Tehát mondom, a birtok jellege az, hogy a férfi számára az, ahonnan ő, mondjam így, hazaviszi a mamutot a fészekbe. Hát ez az ő feladata. A nő számára? A nő számára a birtok az a családi fészket jelenti, tehát a lakást, az, ami a kerítésen belül van, a virágos kert, a gyermek, az anyós, a nagymama, a barátnő, mindaz, ami sajátjának tud, amire ő hatással bír. Nagyon érdekes, hogy egymást birtokoljuk, hiszen a
nő a férfit Igen. tekinti, a férjét tekinti, az Birtok. én Ja. férjem, Igen. és a férfi pedig a nőt a gyerekekkel. Igen, A az gyerek tény. az közös birtok, ezért is Igen. érdekes ez a Ezért kérdés. is közös bosszankodás, ha a gyerekkel valami gond van. De nézzük meg, hogy a gyerekeknél mi lehet a birtok. Hát az ülő, a maci, a játék, mind az, amire jó hatással van. De milyen érdekes, hogy a birtok elvesztését felnőtt korban minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben dolgozzuk fel. Míg egy elveszett maci után kapunk egy másik játékot óvodás korban, és már elfelejtjük ezt, tehát ezért is hangsúlyozom ki, hogy a birtokvesztésnek a megélése, ennek a súlya, ennek a szomorúsággal és tragikusan felfogott állapotnak a hosszát befolyásolja az én megélésem. Így van, és még erről beszélünk, mert van még néhány olyan dolog, ami mellkasi fájdalmat okoz. Ugye itt van a túlhajszoltsági konfliktus, ami infarktushoz vezet. Ezt mindjárt részletezem. Aztán itt van a támadási konfliktus, ugye, ami természetes a szívburkot, mellhártyát fogja érinteni, a bemocskoltság az övsömört, és az önleértékelés az a borda közti idegzsávába fog torkollani. Nyilván, hogy a túlhajszoltság is az önleértékelési konfliktushoz tartozik, csak azért emeltem ki külön a túlhajszoltságot az önleértékelésből, mert a túlhajszoltság csak a szív izomzatára fog hatni. És ezért nagyon fontos. Nos, a birtokvesztés konfliktus, tehát először is angina jellegű mellkasi szorító fájdalmat fog okozni, mint azt már az előzőkben elmondtam. Hirtelen jön, hirtelen van vége, ugyanúgy fáj folyamatosan, és van kisugárzása, nem kötelező, lehet. Ugyanabba az oldalba, tehát a karomon, egészen a kis ujjamig, vagy a másik oldalon, jobb oldalon, mert ugye ez a mellcsont mögötti és baloldali mellkasfél szorító fájdalma, ami megjelenik, de felzsívhet a fájdalom az állkapcsomba, a nyakamba, vagy éppenséggel a hátamba. Tehát ezek kisugárzások. Aztán ide tartozik az, hogy amikor megoldottam egy idő után a birtokvesztést, az epileptoid krízisben jön a szívinfarktus, amit azért tettem zárójelben, mert szívinfarktus alatt az akadémikus orvoslás is azt érti, hogy szívizom nekrózis, vagyis a szívizom elhalása következett be. Na most az anginákat követő úgynevezett szívinfarktusok, azok a boncolás során kiderül, hogy nincsen elhalt rész a szívizomszövetben. A túlhajszoltság az, ami ilyen tipikus szívizom elhalást okoz. Na most annak függvényében, hogy honnan is indul ez az egész konfliktus, tehát jobbkezes férfi, vagy balkezes, vagy jobbkezes nő, vagy balkezes, abból lesz az, hogy vagy a szív megállása lesz, vagy pedig a szív túlpörgetése, és annak a következménye pedig már a tüdőembólia. És ide tartozik még az aorta diszekció is, ami mondom, hogy irodalmi ritkaság. A birtok zónákat mutatnám be ismételten, hogy rámutassak arra, hogy hol is van itt a gond. Tehát ha egy ilyen betegnek koponya CT-t csinálnának, akkor kiderülne, hogy vagy a jobb, vagy a baloldali birtokzónában lenne egy konfliktus aktív fázisban levő Hammeri góca. A jobbkezes férfinek és a balkezes nőnek itt lenne a jobb oldalon, a balkezes férfinek és a jobbkezes nőnek pedig itt lenne a baloldalon a nőies birtokzónák között, a megfelelő Hammeri gócnak a CT képe. A mellkasi fájdalom
Az tehát még egyszer összefoglalva a birtokvesztés konfliktus miatt angina pectoris-szal jelentkezik. Konfliktus megoldásában eltűnik a fájdalom, és jelentkezik sokkal, de sokkal fokozottabban az epileptoid krízisben. Nos, ez az, ami nem fog elmúlni gyógyszerekre, fájdalomcsillapítókra, és a végeredménye ennek, amint az előbb is mondtam, vagy tüdőembólia lesz, ha a női oldalon van a góca, ahogy ezt az előbb mutattam, vagy úgymond leáll a szív működése, és vérnyomás csökken. Hát ez természetes, hogy az agyi parancsa történik, hiszen mutattam az előző képen, hogy ezt nem a szív automatikus központja, hanem az agykéregnek a központja irányítja, és ez lesz az, ami parancsot ad innen a szívnek, hogy álljon le, vagy parancsot ad innen a szívnek, hogy a frekvenciát emelje. Tehát itt ez nem a szívnek a programja, ez az agykéreg programja, és hogy mi a biológiai értelme? Pontosan az, ha valaki 9 hónap alatt nem oldotta meg a birtok elvesztésének konfliktusát, hanem az után, akkor az epileptoid krízis 6 hét múlva jelentkezik, és megöli. Pontosan azért, hogy ne tudja továbbadni azt a nem tudást, hogy hogyan nem lehet visszaszerezni az elvesztett birtokot. Na most itt az elvesztett birtok azt jelenti például az állatok számára a legelőt, azt a területet, amiből ők megélnek, ahonnan a mindennapi betevőjüket összeszedik. Tehát ezt, ha elveszti egy csorda, akkor vége van, éhen hal. És nem lehet rábízni a csordának a vezetését, csak a legjobbra, a legelősebbre, az alfára. Ezért van az, hogy kiválasztódnak ők még a párzási időszakban, és a legyőzött hímek, ugye, azok természetesen, hogy nem vehetnek részt a faj fenntartásban. Szóval beszélhetnénk itt most konstellációkról is, de most nem ez a mai estének a témája, hanem ott maradtunk, hogy gyakorlatilag a birtokvesztés konfliktust azt még aznap kéne megoldani, de legkésőbb másnap. Az első anginás pectorisos fájdalom nagyon el kéne gondolkodtasson minket, hogy megéri-e bármilyen vagyontárgy, vagy valamilyen állás, valamilyen poszt, vagy valamilyen ráhatás, vagy valakinek a birtoklása, úgymond idézőjelben megéri-e, hogy a szívünk egyszer mindenkorra tönkre menjen. Nyilván, ha ez a program, a birtok vesztés program sinen van, és függő gyógyulásban van, ez fogja elindítani a szívkoszorúérnek az elmeszesedését, mert a gyógyulási szakaszban a koleszterin csak azért rakódik oda le, hogy megerősítse az ereknek a falát. Semmi másért nincs ott. Tehát akinek 3 ér műtétet végeztek kardiológián, az azért van, mert számára a birtok a túlélést jelentő legfontosabb dolog. Erről kellene, hát mondjam azt, hogy érzelmileg valahogyan másképpen hozzáállni és megoldani. Na most a túlhajszoltsági konfliktus azt jelenti, hogy túl sokat követelnek tőlem, és ennek az epileptoid krízisében jön a szívinfarktus. És mutatom, hogy ennek a központja itt található. Tessék, egy pillanat hozom. Ott van. Tehát ennek a központja vagy az egyik, vagy a másik oldal található. Ez az a két központ, ami a szív, a bal, illetve a jobb oldali szívfél izomzatának a haráncsikolt részét fogja irányítani. A tápláltságát, a trofizmusát befolyásolja, irányítja, és a lényege az, hogy az önleértékelés, önpusztítás, és ez a szívnél pedig csak annyit jelent,
hogy a túlhajszoltság az, ami pusztítani fogja a haláncsikolt izomrészét a szívizomszövetnek. Tehát, ha csinálnánk ugye egy kontrasztanyag nélküli CT-t az ilyen betegnek, akkor rögtön látnánk, hogy itt van a Hammeri góca. És hogyha persze koponya CT nélkül is kikérdezhető a beteg, mert vajon mi jellemző arra az emberre, aki az egész életét túlhajszoltságban éli? Hát ezek azok az emberek, akik a szívüket, lelküket beleteszik mindenbe, és valamilyen szinten önmagukat korbácsolják a még többre, még jobbra, teljes önfeláldozásban élik az életüket, mert mindig valaki másért hajszolják túl magukat, és itt van az a pillanat, amikor meg kellene egy pillanatra állni, és elgondolkodni azon, hogy azt, amit teszek, az mennyire jó, mennyire hasznos, illetve eléri-e a célját. Tehát ez a pokoli szerepek közül, az áldozat megmentő bűnbak közül, ő a tipikus megmentő. Abszolút a megmentőről beszélünk, de nagyon sokszor azért hajszoljuk túl magunkat, mert azt gondoljuk, hogy a biológiáknak elég a kevesebb pihenés. Itt megint arról beszélhetünk, hogy ki hány órakor fekszik le, hogy mennyi az a minőségi idő, amit alvással és pihenéssel tölt, illetve hogy a biológiájának mennyi időt enged pihenni, illetve a konfliktusait milyen szinten tudja megoldani. Hát ez egy nagyon komplex lelkivilág, mert azért ezek az emberek a túlhajszoltsághoz a pajzsmirigyüket is igénybe veszik, mert maximalisták, sose elégedettek se önmagukkal, de ebből adódóan valószínű, hogy másokkal sem. És az is elő benne van, hogy azért gondolhatja, hogy neki mindenki más kívánságának a teljesítése fontosabb, mint a sajátja, mert ő önmagát mindig a sor végére teszi. Igen, de még a túlhajszoltsághoz hozzátartozik az is, amikor már azt érzem, hogy még többet kell adnom. Még többet kell megtennem. És itt ez a kérdés megint csak úgy hangzik, hogy vajon az, amit megteszek, az mennyire elég? Egyáltalán kéri ezt valaki tőlem? És itt ilyenkor meg szoktam állni egy pillanatra, hogy valóban tényleg mindent nekem kell megtennem? Vagy esetleg kérhetnék segítséget? Esetleg beoszthatnám a feladatokat másképpen. Vagyis a megoldás az, hogy nem, nem nekem kell nem mindent nekem kell megoldanom. Megoldanom. Ez a megoldás. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt így végigbeszéltük, mert szerintem ez fontosabb tudni, pontosan a megelőzés véget, mint azt, hogy ennek az egésznek biológiai szinten, sejtszinten milyen következményei lesznek. Amit érezni fogunk, az a szapor a szívvel, és természetesen konfliktus aktív fázisban emelkedő vérnyomás lesz, és a szívizom sorvadása is beindul, aminek a következménye az, hogy egyre fáradékonyabbak vagyunk. A megoldási szakaszban ugye folytatódik a gyengeség érzése, de elkezdődik a szívizomzat visszaépítése, viszont jön az epileptoid krízis, és amint elmondtam az előbb is, az itt is érvényes, vagyis hogy a jobboldali szív félnek az érintettsége az a pulzus emelkedésével és a vérnyomás emelkedésével jár, és tüdőemboliához vezet. A baloldali szívfél érintettsége viszont a pulzus és a vérnyomás zuhanásához vezet, ez egy hatalmas sokkot fog okozni, a megsemmisülés érzését, és ugye számos tetszhalott is létezhet ebben a pillanatban. Azt se felejtsük el, már csak ismétlésként mondom, a szívről szóló webkonferencia anyagból, hogy itt a szív átfordulás miatt a jobboldali szívfél az mindig a jobbkezesnek a
az anyagyerek oldalt jelenti, a balkezesnek viszont a partner oldalt jelenti, és a baloldali szívfél a balkezesnek az anyagyerek oldalt jelenti, és a jobbkezesnek pedig a baloldal, a jobbkezesnek pedig a partner oldalt jelenti. Tehát azért, mert a szív átfordulásával gyakorlatilag a másik oldalra került az, ami embriológiailag eredetileg a túloldalt volt. Tehát ha megfordítottam, attól még az ő embriológiai eredete nem változott meg. És még egy lényeges dolog, ami itt megemlítendő, az a rekeszek érintettsége. Ugye a jobboldali szív érintettségénél a bal rekesz érintett, és a légzés is igencsak erősen befolyásolt lesz, hogy finoman fogalmazzak. Tehát ezek nagyon életveszélyes állapotok, természetes, hogy orvosi ellátásra van szükség, ez nem kérdéses, de ebben az esetben mindig látni fogjuk az EKG-n a Q-hullámot. Látni fogjuk a szívizomnak a nekrózisát, az elhalását. Megfelelő mélységben, mert ugye lehet több, lehet kiterjedtebb, vagy kevésbé kiterjedt, ez már részletkérdés. De ez azért van, mert a túlhajszoltságban én már konfliktus aktív fázisban sorvasztottam a szívizomzatomat. Ezért találkoztam olyan beteggel a rendelőben, akinek az EKG-ján ott volt a nekrózis jele, vagyis a mély Q-hullám, és fogalma nem volt róla, hogy neki lett volna valaha is szívinfarktusa. De ismerem a beteget, és így utólag is tudom róla, hogy ő egy mindenkinek megfelelni vágyó ember volt egész életében. Most tehát vannak még azok a mellkasi fájdalmak, amelyek a támadási konfliktusok okoznak. Na most támadási konfliktus érheti a mellhártyákat, természetesen, érheti a szívburkot, természetesen, és a bemocskoltság pedig okozhatja az övsömör megjelenését, az IRHA program. Tehát miről is van itt szó valójában? Nézzük meg. A kisagyi képen láthatnánk a szívburoknak pontosan, hogy bal oldaláról, vagy éppenséggel a jobb oldaláról lenne szó, ezt a koponya CT elemzésével pontosan meghatározhatnánk, illetve a mellhártyának is látjuk a két központját. Itt feltűnhet mindenkinek, hogy a mellhártya és a hashártyának közös a kérgi képviselete, de ez csupán azért van, mert valamikor egy burok volt az egész, aztán a rekeszizom megjelenésével lett külön mellüreg és hasüreg, de a központ az maradt ugyanaz. És láthatjuk ezen a metszeten, a két emlőmirigy között ezt a kifliszerűen elnyúló hát idegi központot, ez pedig az IRHA-nak a központja. Tehát amikor valakinek az öksömör lesz a klinikai tünete, akkor Hameri Gócot ebben a képben fogunk találni. És van még ugye annak részletezése, hogy mikor mit érzünk. A mellhártyának a vastagodása nem fog senkinek sem fájdalmat okozni konfliktus aktív szakaszban, se a szívburoknak a megvastagodása. Nyilvánvaló, hogy bizonyos keretek között ez mind tünetmentes, viszont a lebontás az mind a két esetben gyulladással, lázzal, izzadással, gyengeséggel fog járni. Az önleértékelés, ugye az önpusztítás már mondtam az előbb, és ha elbontom a legsúlyosabb önleértékelés, ugye a csontokat érinti, és hogyha a háti gerincemet el fogom bontani, akkor nyilvánvaló, hogy a csigolyák összeroppannak,
vagy megváltozik a görbülete a hátamnak, ha az izmok érintettek. Tehát a csigolyák maguktól sehova nem költöznek, de ha az egyik oldali izomzatot el fogom bontani, akkor nyilván az erősebbik izomzat áthúzza a gerincet a másik oldalra. Ez pedig bordaközti ideg becsipődéshez és fájdalomhoz fog vezetni. Ugye itt azt tudnunk kell, hogy a háti régió érintettségét mindig a életművemmel kapcsolatos önleértékelés indítja el. Mi az, amit én elképzeltem, hogy 30, 40, 50, 60 éves koromra el fogok érni, de egy anyuka életművének élheti meg azt is, hogy a gyereke mit ért el. És ha a gyereke nem éri el azt, amit az anyuka elképzelt, akkor ezt a súlyosság függvényében, vagy az izom, vagy a csontnak a sorvasztásával fogja elindítani. Tehát megint csak a kérdésem az, hogy mi az, amin könnyebb változtatni? A valóságon, vagy az elképzelésünkön? Ugye mindenki tudja a választ. Szóval a konfliktus aktív szakasz mindig féloldali sorvadással jár, és ennek meg lesznek a következményei. A megoldási szakaszban jön a visszaépítés és a fájdalom. Természetesen epileptoid krízisben eltűnnek a fájdalmak. Viszont a második szakaszban, amikor hegesedés van, még mindig tart a gyengeség, és tart még a fájdalom. De ha megtörténik, kérem szépen, a gerincnek az elferdülése, ugye ez konfliktus aktív szakaszban történik, akkor azt jelenti, hogy a bordaközti idegzsába konfliktus aktív szakaszban fog jelentkezni. Szóval a legfontosabb az lenne, ha tudnánk elég rugalmasan tekinteni a múltunkra is, meg az elkövetkezendőkre is. Ne legyenek begyepesedett elképzeléseink, amelyeknek a nem teljesülése, hát önleértékeléshez vezethet. Hát Karesz, nagyon szépen köszönöm ezt a fantasztikus előadást, tényleg nagyon sok szempontból megnézted ennek a mellkasi fájdalomnak az okát, minőségét, és azt gondolom, hogy nagyon messze menő gondolatokat, messzevívő gondolatokat is közöltél a végén, hogy mind kellene változtatnunk az elképzeléseinken, vagy az elvárásainkon.